több mint egy hete. Elkezdődött az orosz-ukrán béketárgyalás második fordulója. Közben zajlanak a harcok, míg a nemzetközi közösség elítélő nyilatkozatot adott ki. Mindnyájunknak el kell menni? Nem, egyelőre fel sem merült az általános hadkötelezettség Romániában. Az erről terjedő hírek nem hitelesek. Folytatódik az átrendeződés. Megkésve ugyan, de lassan leváltják a prefektusokat, annak a megállapodásnak megfelelően, melyben még decemberben megállapodott az új kormánykoalíció. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Nemrég elkezdődött a béketárgyalás második fordulója Fehér Oroszországban. Az ukrán delegáció egyik tagja, David Arakhamia azt mondta, Ukrajna egyebek mellett legalább a humanitárius folyosókra szeretne megegyezni, ahol a civileket ki lehetne menekíteni a háborús övezetből. Orosz források szerint Oroszországnak az a szándéka, hogy megoldást találjanak a katonai konfliktus feloldására, de ennek feltételei is vannak. Elsőprő többséggel megszavazta az ENSZ közgyűlése az ukrajnai orosz megszállást elítélő határozatot. Vladimir Putyin mellett a 193 országból mindössze 4 állt ki. The result of the vote is as follows. Állóva Stabs követte az Egyesült Nemzetek Szervezetek közgyűlésének szerdai szavazását. A nemzetek ugyanis világhatalmaktól kis szigetországokig elítélték Moszkva agresszióját. Az ukrajna-orosz megszállását elítélő határozatot a 193 tagállam közül 141 támogatta, 5 ellenezte és 35 tartózkodott. Oroszország mellett csupán Észak-Korea, Fehér-Oroszország, Szíria és Eritrea állt ki a szavazáson ellenvoksával. A tartózkodó államok között van Örményország, Kína, India és Pakisztán. A határozat az ukrajnai offenzíva leállítását és az orosz csapatok azonnali kivonását kéri. A határozatnak nincsenek jogi következményei, azonban tükrözi az orosz agresszióval szembeni nemzetközi közvéleményt és erősíti a Moszkvára és szövetségesére Fehér Oroszországra nehezedő nyomást. A biztonsági tanács 40 éve először bocsátotta az ENSZ közgyűlése elé egy válságvitáját. Az ENSZ támogatja Romániát a menekültek segítésében, biztosított ma Bukarestben Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa. Az ENSZ menekültügyi főbiztosát Filippo Grandit fogadta ma a Kotrocsány palotában Klaus Johannis. Az államfő kifejtette, Románia támogatja az ukrán menekültek megsegítésére irányuló nemzetközi erőfeszítéseket, ugyanakkor üdvözölte az ENSZ közgyűlés orosz inváziót elítélő határozatát. Filippo Grandi méltányolta a román hatóságok menekült hullám kapcsán tanúsított gyors reakcióit. Korábban Filippo Grandi Raed Arafat belügyi államtitkárral való találkozóján hangsúlyozta, 1 millió menekültet számoltak Ukrajna határain. Mint mondta, Európában évtizedek óta nem volt példa ekkora tömeg kivonulására egy hét leforgása alatt. Ugyanakkor úgy vélte, ha a katonai akciókat nem fejezik be, még többen hagyják el Ukrajnát. Mint mondta, próbálnak segíteni, de ez az adott körülmények között nehézkes. Biztosított arról, hogy az ENSZ támogatja a román kormányt a koordinációban és az erőforrások mozgósításában, beleértve a külföldieket is, illetve minden másban, amit a kormány szükségesnek tart. Véget kell vetni az unió orosz gáztól való függőségének, ezt Klaus Janis államfő hangsúlyozta az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen az orosz-ukrán konfliktus kapcsán elmondta, Románia példát mutat szolidaritásból. Klaus Johannis szerint Ursula von der Leyen tájékoztatta őt az Európai Unió energetikai biztonságának növelése érdekében tett erőfeszítésekről. Az államfő szerint ez nem csak az unió, hanem Románia számára is stratégiai célkitűzés. Este clar, și subliniez, este clar. Teljesen világos, és hangsúlyozom, egyértelmű, hogy az Európai Unió orosz gáztól való függőségének véget kell vetni. Az energiafüggetlenség irányába kell haladni, és Románia számára egyértelmű, hogy a megújuló energiaforrásokba és a polgári nukleáris ágazatba történő beruházások révén lehet elérni ezt a célkitűzést. A sajtótájékoztatón az államelnök arról is beszámolt, hogy már zajlanak a munkálatok a háború sújtotta Ukrajnának szánt nemzetközi humanitárius segélyeket begyűjtő és továbbszállító logisztikai központ tevékenységének mielőbbi
beüzemelése érdekében. Ursula von der Leyen ismételten elítélte az orosz agressziót és megköszönte, hogy Románia fontos szerepet vállalt a menekült hullám kezelésében. Az orosz invázió kezdetétől közel 1 millió ukrán állampolgár menekült el az országból, Románia mintegy 150 ezer menekültet fogadott. Romanians have given such a moving example to the world. Románia meghatóan lépett fel a menekültek megsegítése érdekében, és ezzel példát mutatott az egész világnak. Az emberek a szeretvárosi határátkelőhöz siettek, élelmet, takarót, tejport adtak a menekülteknek, saját otthonaikba is befogadták őket, és adománygyűjtő akciókat szerveztek a közösségi média révén. Tiszta szívből köszönöm önöknek. Emellett a román állam a moldovai köztársaságnak is segítséget nyújt. Önök példát mutatnak szolidaritásból Európában, fogalmazott az Európai Bizottság elnöke. Közös kormányülést tartott ma Varsóban Lengyelország, illetve Románia kormánya. A két miniszterelnök ismételten elítélte az orosz agressziót, és ennek apropóján több a két ország közötti együttműködési megállapodást is aláírták. 2026-ig szóló együttműködési megállapodást kötött Románia és Lengyelország kormánya a védelmi ipar, a válsághelyzetek kezelése, valamint a diplomáciai együttműködés terén. A két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján Nikolaj Csuka miniszterelnök hangsúlyozta, Oroszország felrúgva a nemzetközi jogot megtámadta Ukrajnát, és ez nem maradhat büntetlenül. Az invázió ugyanakkor még inkább szükségszerűvé tette a NATO keleti szárnyának a megerősítését. Tekintve a jelenlegi biztonsági helyzetet, ismét kiemelném, hogy Románia és Lengyelország a keleti szárny két fontos pillérét képezi. Éppen ezért továbbra is együtt fogunk működni, megerősítjük a védelmi kapacitásunkat, hogy mindkét állam polgárainak a biztonságát szavatolni tudjuk. A lengyel kormányfő is kemény hangon bírálta az orosz inváziót. Ennek fényében azt mondta, további szankciókra van szükség. Egy bátor szankciócsomagra van szükség, amely keményen érinti az orosz gazdaságot. Mi kértük, hogy az oroszokat zárják ki a SWIFT rendszerből. Eközben egyesek arról beszélnek, hogy lehet békén kellene hagyni a Gazpromot vagy valamelyik orosz bankot. Nem. A román kormányfővel úgy gondoljuk, hogy az orosz bankszektor egészére ki kell terjedjenek a szankciók, mert csak ez hozhat változást az orosz politikában, amire jelenleg egy kifejezés van. Agresszió. A lengyel kormányfő szerint humanitárius katasztrófával állunk szemben. Lengyelország ugyanis eddig már több mint 500 ezer menekültet fogadott. Éjjel-nappal üzemelnek a határátkelők Ukrajna nyugati határszakaszán. Az ukrán állami vámszolgálat helyettese tárgyalásokat folytat a szomszédos országokkal az átkelés folyamatának egyszerűsítése érdekében. A Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció sajtóközpontjában tett helyzetjelentést Oleksandr Sucki, Ukrajna állami vámszolgálatának első helyettes vezetője. Közölte, a vámszolgálat bezárta az ukrán-orosz és ukrán-fehér-orosz határszakaszon lévő ellenőrző pontjait, az alkalmazottak elhagyták azokat, a berendezéseket pedig megsemmisítették. Sucki elmondta, hogy Ukrajna nyugati határszakaszán lévő 22 határátkelő éjjel-nappal működik, a zavartalan átkelés érdekében bővítették az ellenőrző pontokon szolgálók létszámát. Tegnap találkoztam Románia vámügyi adminisztrációjának vezetőjével. Megegyeztünk, mint baráti országgal, a határátlépési procedúra kétoldalú egyszerűsítéséről. Mi a magunk részéről ezt már megtettük. Tárgyalásokat fogunk folytatni a szlovák, magyar és lengyel partnereinkkel is. A partnerországokkal való kapcsolatainkat egyetértés jellemzi. A humanitárius segélyek kapcsán a tisztviselő elmondta, jól kidolgozott mechanizmusa van a segélyszállítmányok határlépésének. Felhívta ugyanakkor a lakosság figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha visszaéléseket, illetve csempészésre utaló kísérletet tapasztalnak a humanitárius segélyek kapcsán, jelentsék azt az illetékes hatóságoknak. 95 menedékhely létezik Maros megyében, jelentette ki Dan Petru Daniel, a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvívője. Az óvóhelyek többsége a tömbházak alaksoraiban találhatók. Az egy hete tartó orosz-ukrán háború emberek millióit kényszerítette a menekülésre, akik viszont maradtak, menedékhelyekben és metróállomásokban rejtőzve várják, hogy véget érjenek a folyamatos összecsapások. A Maros megyei óvóhelyek állapotáról és számáról Dan Petru Danielt, a Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivőjét kérdeztük.
La nivelul județului Mureș există un număr de 95 de adăposturi de protecție civilă. Maros megyében 95 polgárvédelmi menedékhely létezik. A megyeszékhelyen kívül 10 Segesváron, 3 pedig Szászrégenben. A nyilvános polgárvédelmi óvóhelyek lakóházak alatti terek, amelyeket a lépcsőház bejáratánál narancssárga négyszögben lévő kék háromszögek jelölnek. Híradónk stábja ellátogatott az egyik tömbház alatti menedékhelyre. A teljesen üres helyiséget kemény vasajtó zárja el a külvilágtól. Marosvásárhelyen 71 óvóhely található. Jelenleg egy tömbház alaksorában vagyunk, az árammal, vízzel és levegőszellőztetővel ellátott helyiségek körülbelül 100 személy befogadására alkalmasok. Ebben az óvóhelyben egy apró fürdőszoba is található. Egyelőre azonban örülünk, hogy bár határainkhoz közel zajlik a háború, mégis azokon kívül folynak a harcok. Ugyanakkor a városban található a II. Világháborúból fennmaradt menedékhely is, bár ma már használhatatlan, kis emléktábla jelöli helyét. Esetleges besorozással összefüggésbe levő dokumentumok borzolják a kedélyeket a romániai lakosok körében. A Védelmi Minisztérium erre reagálva határozottan kijelentette, nem küldenek behívó parancsokat és nem tervezik a tartalékosok mozgósítását sem. Pánikot keltettek a lakosság körében azok a közösségi médiában nyilvánosságra került hivatalos dokumentumok, melyekben arra kérik a közegészségügyi igazgatóságokat, gyűjtsék össze a házi orvosoktól azon 18-35 év közötti fiatalok listáját, akik betegségük miatt mentesülnek a katonai besorozás alól. Ennek hatására a Védelmi Minisztérium üzenetet fogalmazott meg az aggodalmaskodó állampolgárok felé. Mint írják, az érvényben levő törvény előírja, hogy minden évben le kell jelenteni ezeket az adatokat, és azon személyek számát, akik valamilyen krónikus vagy más betegségben szenvednek, amely nem teszi őket alkalmassá a hadviselésre. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a Védelmi Minisztérium nem tervez behívókat küldeni vagy mozgósítani a tartalékos katonákat. Jelenleg a katonaság nem kötelező, hanem önkéntes alapon jelentkeznek oda a fiatalok, és ez csak háborús időszakban kihirdetett sürgősségi állapotban válhat újra kötelezővé. Románia valószínűleg nem is lesz ebben a helyzetben. Betegszabadságra és táppénzre jogosultak azok a szülők, akik karanténba vagy elkülönítésben lévő kiskorú gyerekre ügyelnek, döntött el a képviselőház. A jogszabály értelmében a juttatás összege az igénylő bruttó jövedelmének 100%-a lesz, ám erre csak azok jogosultak, akiknek munkája nem végezhető otthonról. Ha kiskorú, azaz 18 évnél fiatalabb gyermeknél fertőző betegség gyanúja áll fenn, és emiatt otthoni elkülönítésre vagy karanténra köteles, a szülő fizetett gyermekfelügyeleti szabadságot igényelhet. Áll a törvénymódosításban, amelyet szerdai ülésén döntéshozó fórumként szavazott meg a képviselőház. A juttatás összege az igénylő bruttó jövedelmének 100%-a lesz, amit az állami egészségbiztosítási alapból fedeznek. Az igényléséhez szükséges orvosi igazolást pedig a családorvos vagy a gyermekkezelő orvosa állítja ki, nyilatkozta híradónknak Csép Éva Andrea. A parlamenti képviselő rámutatott, erre a módosításra azért volt szükség, mert az eddigi törvénykezés szerint csak azok a szülők mehettek gyermekfelügyeleti szabadságra, akiknek 7 évnél kisebb beteg gyerekük volt, és ez 85%-os juttatást jelentett számukra erre az időszakra. Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy erre az időszakra a szülő igényelheti a fertőzött gyerek karanténfelügyeleti szabadságot, amelynek a bérezése 100%-os lesz, pont úgy, mint a karanténidőszakért járó betegszabadság. Valamint abban az esetben jogosult a szülő erre a típusú támogatásra, hogyha a munkája nem végezhető otthonról. Akinek otthonról végezhető munkája van, azt természetesen nem kaphatja meg ezt a támogatást. Az RMDS munkaügyekért felelős szakpolitikusa kifejtette, hogy a legfrissebb adatok szerint Romániában a koronavírus járvány kitörése óta 2022. márciusáig több mint 118 ezer fertőzöttet regisztráltak a 0 és 9 éves kor közötti gyerekeknél, míg a 10 és 19 éves korosztály esetében mintegy 213 ezer főre tehető a fertőzöttek száma. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a jogszabály nem csak a koronavírus fertőzésre, hanem többek között gyermekbénulásra, kanyaróra, szamárköhögésre, agyhártyagyulladásra, himlőre és más fertőzésekre is érvényes. A törvénytervezet az államelnöki kihirdetést követően léphet hatályba. Leváltotta a kormány Kolozs megye egy évvel ezelőtt kinevezett RMDSZ-es prefektusát. Tasnád István Szilárd alprefektusként folytatja hivatali munkáját,
A megye új kormány megbízottja pedig a PNL által jelölt Irina Muntianu lesz. Majdnem napra pontosan egy évvel a kinevezése után leváltották tisztségéből Tasnádi István Szilárdot, Kolozs megye RMDSZ-es prefektusát. A hírt először Csoma Botont parlamenti képviselő osztotta meg közösségi oldalán, amelyben úgy fogalmazott, Tasnádi István Szilárd jól végezte munkáját prefektusként. Büszkén mondhatom, hogy sikerült leépítenie az előítéleteket, és megmutatta, hogy szakmailag és emberileg is rátermette a prefektusi hivatal vezetésére. Az RMDSZ Kolozs megyei elnöke arra is utalt, hogy a fiatal magyar prefektus kinevezése hatalmas ellenállást és kritikát váltott ki a Nemzeti Liberális Párt helyi politikusai részéről. Álint Kisé megyei tanácselnök és Emil Bok kolozsvári polgármester egyaránt elfogadhatatlannak nevezte, hogy az akkor legnagyobb kormánypárt helyett az RMDSZ kapta a prefektusi tisztséget. A leköszönő prefektus híradónknak értékelte egy éves hivatali munkáját. Holnap lett volna a kereken egy év, hogy kineveztek prefektusként, és úgy gondolom, hogy úgy az állami intézményekkel, mint a civil szférával jól tartottam a kapcsolatot, és szép munkát, szép csapatot építettünk, és nem volt olyan probléma, amit ne oldottunk volna meg megye szinten, persze, ami az én hatás körömet is illeti, és ezt meg szeretném köszönni elsősorban az embereknek, hogy bíztak bennem. A kormány döntését követően Tasnádi alprefektusként folytatja tevékenységét, helyét a korábbi alprefektus, a Nemzeti Liberális Párt által jelölt Irina Muntianu veszi át. A decemberi koalíciós megállapodás értelmében az RMDSZ megőrzi az Arad, Szilágy és Kovászna megyei prefektusi tisztséget és megkapja a Hargita megyeit, elveszítette viszont a Kolozs megyén kívül a Szatmári prefektusi tisztséget is. Itt Alfotter Tamás korábbi prefektus már két hete alprefektusként segíti a szociáldemokrata Rádu Rokán munkáját. Még mindig érvényesek a hatályban levő korlátozások, az ötödik hullám lecsengését várják a légitársaságok. A marosvásárhelyi Transzilvánia repülőtér igazgatója abban reménykedik, hogy a közkedvelt utazási célpontok mellett újakkal kedveskedhetnek az utasok számára. Annak ellenére, hogy az ötödik hullám lecsengésénél tartunk, egyelőre még érvényben vannak a repülőterekre és belterekre vonatkozó szabályok. Kötelező a maszkviselés, fertőtlenítés és távolságtartás. Az utasoknak továbbra is ajánlott, hogy kövessék figyelemmel az úti célul választott országok járványügyi szabályozásait, mivel sok esetben landoláskor fel kell mutatni az oltási igazolványt, antigén vagy PCR tesztet. Bár körülbelül tavasz közepéig a párizsi és a milánói járatokat felfüggesztették, de a meglévő népszerűségnek örvendő járatok nagyon jól működnek, számolt be a marosvásárhelyi Transzilvánia repülőtér igazgatója. Gyakorlatilag ma már ott tartunk, hogy vagy gyors teszt, vagy valaki oltással rendelkezik, és mindenki abban reménykedik, hogy ez előbb-utóbb teljes mértékben vissza fogunk kerülni a normalitásba, és 2019-hez hasonlóan talán semmilyen korlátozás nélkül fogunk tudni utazni. Ezt a pillanatot várja mindenki. Abban reménykednek, hogy hamarosan indulhat a járat Rómába is, de áprilistól indulnak az egyiptomi járatok, majd Törökországba és Görögországba is lehet jegyet váltani. Reményeik szerint júniustól kezdődően újabb légitársaságok jelennek meg a marosvásárhelyi repülőtéren. A pataréti roma fiatalok felzárkóztatását tűzte ki célul egy kolozsvári házaspár. Közösen tanulnak, sportolnak, barkácsolnak. Stábunk a Made in Patarét műhelyében járt, melynek az egykori zsinagóga a mostani ZIZ szociális és művészeti tér ad otthont. 2015-ben kezdődtek az első foglalkozások a Made in Patarét műhelyében. Miski Zsoltnak és feleségének a célja, hogy olyan munkát végezzenek a roma fiatalok, amellyel fejlesztik a kreativitásukat, örömmel végzik azt, és nem utolsó sorban megélhetést biztosíthat számukra a jövőben. A varrás, barkácsolás mellett különös figyelmet fordítanak a testi, lelki és mentális egészségükre. Heti kétszer focizással indítják a napot. Közösen tanulnak, mérnek, rajzolnak, skiccelnek.
Kiemelkedően fontos, hogy megtanulják az alapokat, amelyekre korábban nem volt lehetőségük. Olyan napi rutin alakult ki az idők során, amely elősegíti felzárkózásukat is. Az eddig gondot és frusztrációt okozó mindennapi tevékenységek természetessé váltak. Elbuszoznak a műhelyig, ebédet vásárolnak, ismerkednek, barátkoznak. Bízom benne, hogy ezeknek a kis mozanatoknak az eredményeképpen ők elkezdik egy otthonosan érezni magukat ebben a városban. Elkezdik azt érezni, hogy ez a város az övéké is, ugyanúgy, ahogy az enyém meg a tiéd. Egyértelmű sikernek tekinthető, hogy az egyik fiatalt sikerült alkalmazniuk is a Made in Patarét műhelyükbe, ami így a személyes fejlődés mellett anyagi hátteret is biztosít a számára. Tejtermelés és húsmarha tenyésztése terén a lista élén állnak a székelyföldi megyék, hangzott el a 10. alkalommal megszervezett Agrárakadémián. A Maros megyei ifjúsági egyeztető tanács egy kérdőív alapján állította össze a gazdákat érintő legérdekesebb témaköröket. Nagy népszerűségnek örvendett a jubileumát ünneplő 10. Agrárakadémia. Az eseményen többek között mezőgazdasági pályázatokról és támogatásokról tájékozódtak, illetve állattenyésztési kérdésekre kaphattak választ a jelenlevők. A tavalyi év végén elvégeztünk egy kérdőíves felmérést a Maros megyei gazdák körében, és a 10. Agrárakadémiát kimondottan abból ikletődve építettük fel, azokat a témákat érintettük benne, amelyeket a gazdák úgy véleményeztek, hogy számukra releváns információkat fog tartalmazni. Dr. Barabási Antal Szabolcs, a Mezőgazdasági Minisztérium államtitkára előadásában kifejtette, hogy míg a tejtermelés terén Beszterce, Kovászna, Hargita megyék, a húsmarha tenyésztése terén Szeben meg Maros megye áll vezető helyen. Úgy vélte, a tehenészetek, illetve a tejtermelés jövedelmező a gazdák számára, viszont ami a családi gazdaságot illeti, legalább 30 fejős tehénre van szükség ahhoz, hogy a jövőben kiszámítható és biztos megélhetést kínáljon. Fel kell zárkázzunk az Európai Uniós gazdákhoz, kérésekhez. Most egy ilyen tranzit időszakban vagyunk, de én úgy látom, hogy a támogatások, illetve a pályázat kiírásoknak köszönhetően nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött a székelyföldi, illetve az erdélyi gazda. Olyan létesítmények, új telepek nőttek ki a földből, úgymond zöldmezős beruházások, amit bármelyik holland vagy német gazda is megirigyelhet. 2007-ben a támogatások elindításakor 33 ezer gazdát tartott nyilván a Maros megyei mezőgazdasági és kifizetési intervenciós ügynökség. Bár a szabályzat és a kiírások minimálisan változnak, mégis az látható, hogy az utóbbi két évben elég sok kis és közepes gazdaság szűnt meg, egyre többen hagyják abba a mezőgazdasági tevékenységeiket, így az igénylések száma csökkenő tendenciát mutat. Például tavaly 2021-ben 23.809 gazda igényelte, tette le iratcsomóját a különböző támogatások egyikére az ügynökségnél, fejtette ki Bordikacso Attila Zsolt. Az én szerint, véleményem szerint az állattenyésztésre kéne fokuszálni, itt van a legnagyobb gond. Ezek a gazdák azok, akik lemondanak, és aki lemond, az még egyszer nem hiszem, hogy neki fog fogni, mivel óriási befektetés és óriási, hogy mondjam, lelki, anyagi hozzáállás kéne, hogy újra kezdje megint. Sokkal kényelmesebb neki, hogy akkor inkább a gazdaságát felszámolja, és elmegy ő is valahova dolgozni, és nem fáj a feje. A Maros megyei ÁPIA alelnöke abban reménykedik, hogy az új ciklus részletei már jövő év februárjában nyilvánosak lesznek, hogy milyen támogatásokat vesznek át, melyek lesznek a periódusok, ismerhetik azokat a kritériumokat, amelyeket a gazdáknak be kell tartaniuk, és a lehívható összegek mértéke is tudható lesz. Két óránként megkonduló harangjáték jelzi Nagybányán azoknak az emlékét, akik egykor a Cínteremnek nevezett várostéren leltek örök nyugalomra. A 2016-os ásatások alkalmával a földi maradványokat kiemelték, azóta várják a Szent Háromság templom kriptájába való áthelyezésüket. 2020-ban kezdődtek el a Szent Háromság templom átfogó felújítási munkálatai, két év alatt kicserélték a tornyokat, felújították a homlokzatot. Folyamatosan keresik a támogatási forrásokat úgy a magyar, mint a román állam részéről. A következő nagy beruházást a tetőszerkezet és burkolat javítása cseréje képezi. A templom felújítás részét képezi az, hogy a kriptánkat, a templom alatti kriptát felújítsuk, ahol
olyan nagybányai arisztokrata családok nyugszanak, akik nagyon sokat tettek a városért, és ide szeretnénk elhelyezni azokat a holtesteket, amelyeket a cinteremben annak idején a felújításkor kiástak. Szeretnénk méltó helyet számukra biztosítani. Elkészültek a felújítási tervek, látványtervek is születtek, ami még ki is leteti a kivitelezést, az anyagi forrásoknak a hiánya. Ezek megszerzéseig a cinteremben kiásott földi maradványok a megyei múzeum raktáraiban alusszák ideiglenes álmukat. 700 sírhelyet fedeztünk itt fel, és mivel egy közös sír is volt ezen a helyen, körülbelül 400 személy földi maradványaira bukkantunk rá. A tervek szerint hármas célt szolgálna a felújított kripta, egyrészt megfelelő nyugodalmat biztosítani az oda eredetileg eltemetett elhunytaknak, örök nyugalmi helyet nyújtani a térről kiásott maradványoknak, valamint elérhetővé tenni a látogatók számára azoknak a síremlékeit, akik sokat tettek a múltban a nagybányai közösség felvirágoztatásáért. Elkezdődött az Erste Liga rájátszása, sporttal folytatjuk. Elrajtolt a jégkorong Erste Liga rájátszása. Az elsőként választó csíkszeredai sportklub a MAC Újbuda ellen vívhatja ki az elődöntőbe jutást. A két erdélyi csapat viszont egymás ellen lép jégre. A gyergyói hokiklub ellenfele a brassói Korona lesz. Ma este rajtol a Gyergyószent Miklósi műjégpályán a gyergyói hokiklub és a brassói Korona párharca az elődöntőbe jutásért. Az alapszakaszban negyedik helyen végzett Gyergyószent Miklósiaknál a pályaelőny, azaz amennyiben szükség lesz egy hetedik találkozóra is a négy győzelemig tartó párharcban, akkor azt hazai pályán játszhatja. A brassóiak másodedzője Strenk Hunor elmondta, nagyon erős az ellenfél, de nekik is az elődöntő a céljuk. A mi oldalunkról elmondhatom, hogy az elmúlt pár hétben kicsit több idő jutott az edzésre, úgyhogy ezt próbáltuk, igyekeztük kihasználni. Volt egy pár keményebb nap, amikor a játékosok elég fáradtan távoztak a jégpályáról, de az utóbbi pár napban már próbáltunk élesíteni a játékunkat is, meg a lábakat is, úgyhogy azt gondolom, hogy készen állunk a Gyergyó elleni párharcra. Az első két mérkőzést ma és holnap játsszák, majd Brassóban hétfőn és kedden találkozik a két csapat. Az eredmények függvényében ismét Gyergyószent Miklós és Brassó következik csütörtökön, illetve szombaton, és ha még mindig nincs döntés, akkor a hetedik meccset március 14-én rendezik Gyergyóban. A sorozat azonban azonnal véget ér, ha bármelyik fél megszerez négy győzelmet. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.